Antal Józsefnek a nézetrendszerében a parlamentáris demokrácia az úgy jelent meg, hogy legyen kormányozható az ország, és legyen egy kemény ellenzéke. Mert ez egy a hosszú távú berendezkedés szempontjából, ez elengedhetetlen. Tehát őt egyáltalán nem zavarta az, hogy egyébként van egy... Nyilván sokkal kényelmesebb lett volna, hogyha kétharmaddal nyer, de ő számára ez nem volt egy rossz dolog. És nagyon könnyedén kezelte ezeket a különbségeket, meg ezeket a szembenállásokat. Tehát ma is bennem van a fülemben ugye a kormány megalakulásakor elmondott parlamenti beszéde Antalnak, amire Orbán Viktor egy nagyon heves kirohan, fércmű, meg nem tudom, és Antal felállt, és aggódtam volna az egészségért a kedves képviselő úrnak, hogyha nem ezt mondja, de jelzem, hogy a fiatal anarchistákból és forradalmárokból lesznek a végén konzervatívok, ha megérik. Szóval ez volt Antal. De neki ez fontos volt. Például érdekességképpen az MDF országos gyűlése döntött arról, hogy kivel leszünk koalícióban. A mi térségünk, a Dunántúlnak az a része, az nagyon erősen azt nyomta, hogy hát kisgazdákkal. Hát. A Fidesszel. Tehát volt egy nagyon erős nyomás a dunántúli szervezetek részéről, és itt bizony komoly érveket kellett elmondani a saját csapatainknak, hogy miért hagyjuk békén ezeket az embereket. Nem csak az ideológia alapokon, hanem a jövő szempontjából is. Ugye Antalnak nem véletlenül voltak ilyen mondatai, hogy a kamikáze kormány, meg a talaj, amiből kinő, mert hát mi humusz vagyunk, vagy valami ilyesmi. Az, hogy ez a vita, ez hamar lezajlott, mert hamar lezajlott a választás is. Ott maradtak a nyomai. És a nyomai előjöttek aztán mondjuk a pártállalakulás kérdésében. Mert ott volt egy második nagy törés az MDF-nek, amikor a mozgalmárok, Csáki Andrások, meg... Mindig a párt mellett volt. Oké, akkor nem ő, de minden esete. Szóval ezt az egyszerű dolgot, hogy ja, tudod, ha választásokat, akkor azok pártok kell, hogy induljanak, tehát pártnak kéne lennie, szóval ez elég egyszerű, de ez úgy meghasította az MDF-et, mert én aztán párttag soha nem leszek, mondta az MDF tagságának egy komoly része. És aztán ki, akik pártok, főleg azok, igen. Na, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy itt nem is az a döntésnek a közvetlen következményei, még nem is az, hogy az MDF meggyengült, vagy felerősödött az SZDSZ, az igazi probléma, hanem ez a mélyreható lelki hiány, hogy nem tudta az akkori ellenzék mindenki jó ügyévé tenni a változásokat. És ebben ezek a viták messze benne vannak, de nem kellett volna, de legalább együtt kellett volna lenni ugyanúgy, mint ahogy az ellenzéki kerekasztal megalakulása, és aztán, amikor egyébként frontként tudott szembe menni a szocialistákkal. Erre is mondok példát. Tehát ugye azt mondta ez az ellenzéki csoport, hogy nem fog külön tárgyalni a reformkommunistákkal, meg ez. Gyerekek, Grósz és Posgai, vagy Fejti és Posgai, tessék. Együtt, mert azzal a csoporttal akart tárgyalni. És persze voltak ebben kockázatok is, hiszen volt egy olyan időszak, amikor felerősödött a Grósz-Fejti vonal a pártjukon belül, amikor úgy látszott, hogy hiába kezdődött ebből, nem jön ki semmi. Ugye a fehér terroros fenyegetése ennek a kedves Grósz elvtársnak. Szóval ez azért jól mutatta, hogy itt súlyos dolgok vannak. De összességében azt akarom mondani, hogy a legnagyobb bajunk ezzel a rendszerváltozással ez, hogy az emberek ezt nem sajátjukként élték meg, hanem hogy megint csináltak velünk valamit. És ennek bizonyos szempontból az alacsony választási részvételek sok esetben ezt mutatják, hogy nem az enyém ez. Az új köztársaság nem az enyém.